Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a Szent Misét a Nagy Dusza és Molnár család élő és elhunyt tagjaira ajánlom föl. Mai napon ünnepet ülünk Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, azaz Sarlós Boldogasszony ünnepét. Szent misénk elején tartsunk bűnbánatot, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embernek.
magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőséged ég. Urunk, kérjelünk, mennyei király, minden adó Atya Isten. Urunk, Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd végünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd végünk. Mert enyedül te vagy a Szent, te vagy a Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a szent lélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izrael királya, Izraelnek az Úr a királya. Ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez, ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsot elfordítottam tőled, és ne viselt többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje. Nagy a ti körötökben, Izrael szentje. Nagy a ti körötökben, Izrael szentje. Íme Isten az én üdvösségem, bízom benne és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett nékem szabadulásom. Nagy a ti körötökben, Izrael szent.
magasztaljátok az ő szent nevét. A népek között hirdessétek tetteit. Emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve. Nagy a ti körötökben, Izrael szentje. Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művel. Tudja meg ezt az egész világ. Újjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. Nagy a ti körötökben Izrael. Beseljesedik mindaz, amit az Úr mondott néked. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az ember sokszor nehéz időket él az életében, akár közösség, azt mondjuk most is, hogy hát igen, most nehéz idők vannak, talán háború lesz, talán nem. Aztán az embereknek, mindenkinek a saját életében is megvan a gondja, a baja, aggódunk szeretteinkért, aggódnak a szülők gyermekeikért, a nagyszülők unokáikért, családtagokért, aggódnak az emberek egymásért, és szeretnénk azt, hogy a világ jobb legyen. Igazából mire van szüksége a világnak? Mi az, amikor, mikor ez béke? Hát béke akkor lesz, vagy illetve inkább úgy mondom, akkor lenne, de ez majd a mennyország, de akkor lenne, hogyha mindenkiben a Szentlélek lenne.
És mikor lesz jó a gyermekeinknek és az unokáinknak? Akkor, hogyha ott van, ott lakik bennük a Szentlélek. A világnak, az embereknek a Szentlélekre van szükségük, hogy Isten lelkével találkozzanak, befogadják, betöltse őket. És nézzétek meg, itt van ez a mai ünnep, hogy Mária elmegy Erzsébethez, méhében az üdvözítővel, köszönti őt, tulajdonképpen semmi extra dolgot nem csinál, és kiárad a Szentlélek. Tehát pont az, amire szükségünk van, az történik, de anélkül, hogy Mária valami különösebben, valami nagyon koncentrálna, vagy erőfeszítést tenne ez ügyben, semmit nem csinál, nem ő csinálja, hanem Mária egyszerűen csak teljesíti a feladatát, a küldetését. És, még egyet hozzáteszek, hallgat a Szentlélek indítására, és Erzsébethez megy. A Szentlélek indítására és a szeretet indítására hallgatva Erzsébethez megy, találkozik, köszön neki, mint ahogy mindenki más, bárki bárkinek köszön, de közben kiárad a Szentlélek Erzsébetre is, és a kis keresztelő Jánosra is Erzsébet méhében. És Máriát is, és őket is eltölti a Szentlélek, és az öröm. Túlárad az öröm. A mai evangéliumban túlárad az öröm. Mit tett ezért Mária? Ez a döbbenetes, hogy csak annyit, tehát ott helyben semmit. Úgy egyébként meg azt tette, hogy átadta az életét Istennek, és tette a saját kis hétköznapi dolgát, ami az ő feladata és dolga volt. A mai evangéliumból azt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy tehát ugye először arról beszéltem, hogy mire van szüksége a szeretteinknek, mire van szüksége körülöttünk a világnak a Szentlélekre. Jó, mit tudunk tenni azért, hogy legyen, hogy betöltse őket a Szentlélek? Igazából semmi extrát nem kell tenni, csak azt, hogy átadjuk magunkat Istennek, és tesszük a hétköznapi dolgunkat. Isten lelkétől vezettetve, Isten lelkével áthatva. Tehát, hogy akkor teszünk nagy dolgot, amikor látszólag semmi különöset nem teszünk, csak át van adva az életünk Istennek, és mosogatunk, takarítunk, vasalunk, munkába megyünk, köszönünk, emberekkel beszélgetünk, éljük az életünket. Szeretettel, Szentlélekkel eltelve. Tehát nem nagy dolgokon múlik, nem azon múlik, hogy kiárad a Szentlélek, vagy nem, hogy pattanásig megfeszülünk és erőlködünk, pláne, hogyha még hozzá még idegeskedünk, meg nyugtalankodunk is, hanem azon múlik, hogy azt a picit, amit nekem tennem kell, azt teljesen megteszem-e? Abba teljesen beleadom-e magamat? És ezt tette Mária. Teljesen átadott volt. És nem tett rendkívülit, ő háziasszonyként élt, működött és funkcionált. És ezt élte, ezt tette. És miközben ezt teszi, kiárad a Szentlélek. Tehát ez egy tanítás számunkra is, hogy ha azt teszem, ami az én dolgom, feladatom, akkor úgy érzem, hogy nem teszek nagy dolgot, és mégis nem kell többet tennem, mert tulajdonképpen mindent megteszek, mert nem nagy dolgokat kell tennünk, hanem engedelmesnek kell lennünk Istennek. És ezáltal nyitunk ajtót leginkább a Szentléleknek, és ezáltal tudjuk leginkább serkenteni azt, hogy másokra is kiárjon a Szentlélek, hogy minél több ember megújuljon ebben a világban. Amen. Testvéreim, kérjük Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át.
Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közben járására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted ez az üdvösség szerző áldozat, amint egyszülött fiat szent anyjának szeretetét is szívesen fogadtad, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas hórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen hangással zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott életünk, Urunk, és mi a barátokat látásosan, ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, családtagokról és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Kérünk, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Magasztaljon téged egyházad Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. Add, hogy egy szülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újongva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk ideig, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelket vesztére, járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.